Hello, és üdvözlök minden egyes most ébredő a hallgatót, de inkább ezt a dolgot sokkal jobban forszírozzuk. Szúp, Csiki, Rácsi, szervusztok, sziasztok! Ezt illeti. Voltam persze, nincs le Szép tapot! Jó estét, Viktor, jó estét! Nem megvárom a Markus urat. Csak nyugodtan. Van valami dolga, Viktor? Hát negatív ura, most veszem fel a szolgálatot. Jó, akkor ne rakjon pipát, jön le velem kihallgatni, csak hogy lásson egy kis világot. Parancs! Jó, azt mondja, hogy szolgál felvettük, jó. Oké, okay. Stukker, sokkoló, gumibot, pisztolylőszer, zseblámpa, stukkert ellenőriz. Jó, 11 a tárban, az rendben, de én beletöltök még egyet. Ha ott van, ne legyen probléma. 18 a tárban, jó. Oké, Stukkert eltezzük, mert ennyire agresszív rendőrök nem vagyunk. Jó. Felvesszük az szolgálatot. És bejelentkezünk rádión. Vászol Viktor 10-8-as erőt, egészséget és üdvözlök mindenkit. Üdvözlök. Egészséget, Viktor. Na, hát akkor már is belecsöppentük az első szituációba. Csörgessen 8-kor, jó? Jó, jó. Rendben. Köszönöm. Minden jót. Hát jó. Mégsem lesz kihallgatás. A macska rúgja meg. Hát ez sajnos ilyen. Sem akarom őrizetbe venni emberünk, mert most nem akarok balhézni, de... Amúgy nem lehet ártana. Vissza a kapitányságra. Akkor most az úr az, az sáros. Délibe járatán vagyok, valaki fel tudna menni. Megyek érte, Domedi. Amikor túlsz, rendben, akkor Domedi. Volt az ő autója, egy raptor, ott volt a helyszínen. Aha. Mellé vannak. Penszik a mentőszök, látják most még el. Nem adták ki rá a kollégák körözést, nem tudom, hogy miért nem adták ki. Nem tudom, a jelentés írójával nem tudok beszélni. Szóval most nem akarok vele úgy baszakodni, nem tudom, mi a sztori ügye. Sajnos én sem tudok a történetről, túl sok mindent tudok. Nem baj. Ez a Donovannek a hibája, hogy nem rakta ki a körözést, majd lesz vele beszélve, csak... Na, lekész, tiszta webb jó szolgálat. Észszerűen kint kéne lenni a körözésnek, ugye bár. Gondolom, azt maga is meg tudja állapítani. Jézus, mi történik velem? Nem tudom, mi történik önnel, de nagyon furcsa most. Az ügyvéd azt szűnbe kötöttem bele, hogy milyen borzasztó az öltözködése. Kinek borzasztó az öltözködése, uram? A Hédi kisasszonynak, tudja, az Iron Gun-os üzletvezető helyettes, aki egyben ügyvéd is. Sajnos őt nem ismerem, uram. Nem, majd megismeri. Legyen magának úgy. Most jó az öltözéke, úgy látom. Köszönöm szépen, uram. Megmutatom a kesztyümet is, parancsolja. Mondjuk egy, ez elég olcsó kesztyűnek tűnik, ilyen piacos. Nem tudom, miért szíroz, uram. Nekem a kiképző mondta, hogy ezt vegyem fel. Kesztyűmet. Nézze, csak hátrafordulok. Aha. Nyugodtan, ne finnyáskodjon. Ezt tudja, miből van? Ez velúrből, velúr. Az ezzel igen. Kutatok. Ha testüregében ezzel nyúlok be. Akkor most miért fogtam meg? De nyilván cserélgettem. Gustav úr, rádió van még? Igen, Petik, parancsolj. Bent van esetleg a kapitányságon? Az újra belül. Király, 10-10, nyugodalmas szolgálatot kívánok. Nem van mindegy, nekem el kell ugrani a nyomozatében. Jó szolgálatot, Viktor. Köszönöm. Hát nekem most rohadtul itt hagytak. Na mindegy, szervusz Ritti, hogy vagy? Még nem sikerült, még nem sikerült. Na jó, van, most már én fogom lemenni rólad, bazd meg, de most már... Mi az a haj? Húj, de ideges. Mi az a haj? Hát figyelj, mindjárt mutatom hozzá a szettet, a hajhoz. Ezt a szettet meglátod, én majdnem konkrétan megkívántam. Na, erre kíváncsi vagyok. Ruházatomat. Jó estét. Szia, Tamás. Jó estét. Azt a szerintem, jó. Az, aki nem kívánta meg Dominikot, jelentkezzem most azonnal, hogy hallgasson övet. Nem baj, ha én nem. De, hogy is nem, csak titkolod, még magadnak se vallod be. Hát... A Mari, akkor verünk tart majd? Igyekszem ott lenni, igen, csak Gustav el kell rendezem ezt a törőt. Gustav úr, mehetünk, mert... Mindjárt becsomagol az irodába, aztán meg... Amúgy mindjárt mehetünk, csak valami vezérhangjával akarok beszélni.
Hát akkor nem engem keresnek, további kellemes napot. Király, itt jó van szóval már, Dominik, itt van már. Hajléktalan bevetésért azok. Na, ki a, itt az atya úristen most jelen pillanatban? Istenem, mindig be kell jelentkezni. Igen, hát ez fantasztikus. Aha, jó, nincs járőrparancs csak. Jó. Aha. Próbálj minél előbb szabadulni, ha lehet, mert aztán megint beriasztalom, hogy ilyen... Jó. A, egy kvadéted idő van beosztva egy interceptorral, ez teljesen normális. Meg a kettes egység is. Jó, gondolom ők most rablásra vannak, hát ez fantasztikus. Aha. Jó. Oké. Okay. Hát akkor... Megyünk. Itt Vászló Viktor, szeretnék valakitől kérni egy beosztást. Top 18 újra. Mi bemegyünk, maga csináljon már képeket a kocikló, rendszámokra. Megoldom egy pillanatra, jó? Szép nap! Tisztelek! Egy fél percet érek. Jó, aztán mielőtt elmennek. Megnézem, hogy ki ez az autó egyébként, ezt én hoztam be pár órával ezelőtt. Aha, Joel Silver, ja. Ja, meg amúgy lehet, hogy kéne beszélnünk, igen. Mégiscsak kivesszük a pipát, még nem azt adta be, ugye? Nem, fantasztikus. Egyről kivesszük a pipát, és várunk. Keleti autópálya menti boltról is lezárhatjuk, nem? Alig. Dravoszláv újra egyesem. Most mi a szituáció? Most lesz valami? Nem, nem lesz. Jó. Oké, most nem akarok RP szituációba keveredni, mert ott mire várok, és akkor nem lenne jó. Arra mindjárt egy picit, nem akarom hallani. Jó, az a helyzet, hogy régi Karival még megvannak a, az autóim a garázsban, és azt szeretném megkérdezni az autóimat. Ládion van? Tessék, ő? Mondom, Ombeli. Az... Ja, bocsánat, ezt nem hallottam. Szóval... Uram, engem szólított? Pozitív. Uram, a nyomozó irodában vagyok, éppen a Gusztávó úra, beszélek egy 2 percet kérni. Tomislav 10 hétig ez a Duna House, meg ezek után nyomod, nem? Természetes. Itt vannak az UKV-zónál 7 darab fekete Mercedes-e. Jó, igen? Szóval a szituáció az az, hogy az előző karimban megmaradtak a rendőrautó. Értettem uram, azonnal utána nézek, köszönöm szépen az információt. Hogy ilyen képeket készített, ezt használhatom, hogy adjam el, vagy nagyon jó, köszönöm szépen uram. Pénzt, hogy mi a helyzet. Sajnálom, mert fejjel nem hallom a csodás hangod. Ámen átben, így lesz, hello, hello. Na, most egy picit talán jobb, egy picit lejjevezem a másikat. Jó, köszi szépen. Nos... Kinek figyelmet a képeket? Vagy csak Ortin. Igen, csak Omeli. Sikítsak. Omelinek. Jó. Na, azt mondja, hogy... tehát, sose szoktam ordítani, szóval a szituáció következő, igen, itt látható, hogy már megvettem a rendőrségi járműveket, amik kötelezőek a kadét időm alatt, vagyis hát akademista, vagy rendészeti tanuló.
De hogy itt vannak az előzőek is, tehát hogy akadémista busz nem vettem most. Mondeóból itt van a három betű, három szám. Még a régiek, és nem tudom, hogy ezeket használhatom-e, vagy nem, mert hogy ide az előző karimban nem adtam el őket, de hivatalosan nem én vettem, úgyhogy ezért kérek egy admin, mert de ugye most ugyanazt meg kéne csinálnom. Jó pihenést! Na mindegy, szóval ez érdekes. Remélem jön valaki, aki ebbe tud nekem segíteni. Jöjjön, kapjon ki egy kocsit, azt haladjuk! Civil vagy... Nem, megyünk így. De nem, civil kocsit, vagy civil. Jó, akkor visszarakom egyelőre a pipát, mert úgy néz ki, nem... Mindenképpen átköltöm annak. Jönnek rám. Nagyon szépen köszönöm, megérkeztek. Ó, oh, szia, ne haragudj, nem vettelek észre. Szerbusz, az lenne a kérdésem, hogy ugye nekem a rendőrgarázsban vannak autóim, amiket megvásároltam. Azonban még az előző karimban... Bocsi, csak addig lecsatlakozok a rádióra egy pillanat. Szóval, még az előző karimban megvásároltam egy csomó autót, és az a helyzet, hogy ők még a garázsban vannak, mert akkor nem adtam el. Most újra fel kell tuningolnom, és újra meg kell vennem a kocsikat, vagy használtam a régieket is. Zárójelbe jegyzem meg, használt. Hogy... Oké, és köszönöm. Sem értem, nincs még egyszer eladni, meg megvenni. Oké, és remélem, köszi szépen. Nincs mit. Más valami? Nem, köszönöm, ennyit szerettem volna kérdezni. További kellemes és jó adminkodást kívánok neked. Köszi szépen. Szia. Na, szupi. Szituáció megoldva, kaptam havat. Szituáció megoldva, használtam a járműeket, nem kell újra tuningolni, csak az RS6-ot, ami eddig nem volt az állomány rendszeresítésében, ha jól látom, akkor azt mindenképpen meg kell tuningolni, az az egyik. A Raptor az a Raptoron van. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy a Raptornak van-e valami a csomajában, mert akkor ezt ki kéne venni, és lehetőség szerint ez fel sincs a tuningolva, vagy legalábbis nem tudom, hogy fel van-e. Légy színe legyen benne semmi hibátlan. Jó. Uram, kérdeztetek? Persze, mondja. Közben írom. Bocsánat a zavarásért, ha nem akar... Semmi, mondja. Csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy rádióban jeleztem, hogy kérnék beosztást, de mivel, hogy nem tudtam nevet társítani hozzá, mivel nincs jelen pillanatban járőrparancsnok beosztva, így szeretném kérdezni a segítségét, hogy ilyenkor mi a teendő, hogy ne itt álljak egész nap. Már még egyszer? Kértem a rádióba beosztást. Igen. Nem jött válasz. Nem tudok névileges embert, mert jelen pillanatban nincs kiosztva járőrparancsnok. Kitől kérjek beosztást? Hát a járőrparancsnoktól, a Vukkurtól, hogy... Vukkur járőrparancsnok? Igen, de hogy nézem, igen. Ja, most már igen, jó, oké, rendben, most igen, már így látom. Igen. Tehát fog kapni maga Viktor, nem? Igen, Patrick O'Malley-vel már be is vagyok osztva, hát... Igen, ennyi. Megvan oldva a probléma, ki az a Patrick O'Malley? Nyomozó, fel, nyírt haj, középen van csak meg, lelóg ilyen barnás, igen. Jó, köszönöm szépen. Persze, igazán nincs mit. Kellemes napot, persze. Magának. További jó szolgálatot. Jó pihenést. Jó pihenést. Jó pihenést. Várom lent a garázsba. Patrick O'Malley-t keresem a rádión. Egy másodperc. 10. Egy másodperc múlva kereseted a rádión. Addig nem. Csak egy másodperc múlva lehet őt keresni. Figyelek. És keresed azt. Oké, nem akartam. Itt vagyok a rádió mellé, figyelek. Üdvözlöm, önnel vagyok beosztva. Itt vagyok a garázsban. Köszönöm, kérünk majd egy új beosztást, mert éppen leadni készültem a szolgálatot. 14-es, 14-es. Érkezek. Pont 10 itt egy idő. Szó, 10-es, 10-es. Jó, pihenni. Jó pihenés mindkettőjüknek. Kérünk majd egy új beosztást.
Jó, nagyszerű, most már egyedül vagyok. Vukot keresem a rádió, akkor... El vagy, Rütti. Jó van akkor. Na. Hát, várjuk a helyzetet. Ez ilyen srácok, ez ilyen. Ilyen a kadát, kadát élet. Nem Rütti vagyok. Köszönöm. Milyen bukkő? Ah. Oh. Noah Snyder, és nem esik Gornit keresem lenni. Snyder, Cinder, hogy kell ezt ejteni? Snyder. Aha. Noah Snydert keresem lenni. Belepofáztam. Tisztelet, nem azt, hogy én már gyuram, itt írom a jelentést. Jó, semmi gond. Szép napot kívánok, uram. Jó egészséget. Persze. Noah Snydert. Maga a Viktor, ugye? Pozitív, uram, Noah Snydert keresem. Most jönnek vissza, még kint vannak. Értettem. Jelezném, hogy a trombitás Tóbi esőlat a szolgáltat csak nem vette ki a pitáját. Akkor a Hubához fog csatlakozni, Viktor, jó? Nekem teljesen mindegy, uram. Ahhoz csatlakozok, aki ezt behozta a járőr parancsnok úr. Nagyszerű, ezt már szeretem. Ön bizonyára a vukkur, ugye? Pozitív. Esküszöm, megpróbálom megjegyezni, uram, csak nagyon sok név ez egyszer. Hiszem. Tisztelet. Tisztelet. Tisztelet, jó napot kívánok. Noah Snydert keresem. Hát, már nem, bocsánat. Már nem keresik, sajnos. Most már nem. Módosítottam közben is. Már nem keresem, Bartók Hubát keresem arra. Kompítás elfelejtette kivenni a pipáját, meg szólni is, úgyhogy. De akkor valakit keresem. Relatíve potyára jöttek vissza, igen. Lállap baj, úgyis kell cserélni kocsit. Kuba az mit csinál, nem mondta? Szerintem ott van. Nem? Gyakornok? Gyakornok. Bartók Kubát keresem a rádión. Tisztelet, uram. Üdvözletek. Jó egészséget. Ó, ezer éve nem láttam, uram. Jó van? Ja, meg vagyok, köszönöm. És maga? Köszönöm szépen, egyre jobban. Egyre jobban. Tiszteletem. Tiszteletem. Na, uraim, akkor itt szóban is nagyon szépen köszönöm. Akivel nem találkozni, kellemes ünnepeket kívánok, mert viszont holnap azonutazom a családhoz, úgyhogy kellemes ünnepeket, vigyázzanak magukra. Viszont, most meg jó mulatást. Jó pihenést kívánok. Köszönöm. Köszönöm. És kellemes időtöltést. Kellemes ünnepeket, jó utat. Petri Kovelé 10-10, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, akivel nem találkoznék. Kellemes ünnepeket. Na. Na, én megérkeztem. Hogy hívják önt, uram? Engem? Igen. Tóth. Az nem, az nem jó. Miért nem jó? Bartók Kubát keresem a rádión, vagyis hát mindig, igazából mindenhol. Fogynak az emberek, amúgy egyre jobban. És mindig mást keresek. Ez még csak 9. Oh. Az jó. Mindig mást keresek a rádión. Más az idén Nikos mindjárt jön vissza, csak elment eset 90-et venni. Bartók Kuba itt tartózkodik a rádió? A kórházban már lehet, ott van. 10-4. Aha, jó. Akit keresek, az kórházban van. Fantasztikus. Szép. Ilyenkor most elé kell menni, vagy saját lábam ment be a kórházba, vagy szituáció van, vagy... Tudja mit? Megkérdezem rádió. Amennyiben a kórházban tartózkodik, saját lábán ment be oda, vagy menjek el érte? Nikos Tomislav 18. Visszük vissza kapitányságra. Vagyta Kubály. Jön vissza. 14. Na, akkor Tomislav visszajött, akkor már is hárman van meg. Most már nem 5 perc lesz kimenni a gymbe, hanem 2. Egy. A roham sisakos kollega lesz magával akkor. Roham sisakos kollega? Így. Aha, csak szablaktól nem láttam. Meg akkor majd a vezérőrnagy úrra visszaért. Parancs. Bartók újra egyesen, illetve 10-10,
kifizom amit a bogám, holnapi napon elméletileg meg tudok szolgálni. Na kívánok jókat étlétet, Riti 10-10. 10-4 jó pihenést. Köszönöm kitartást. Illetve jó pihenést. És a legjobb. Akkor itt van a új kolléga, akit megtalált, Nikos Tomislav. Szép tapot! Önt keresem. Jó. Végre. Megtaláltam valakit, akit keresek. Hát valakit, persze. Eresat, fasz. Uram, az eresatomat úgyis meg kell tuningolni, nem bánná, ha milyen, az enyémmel mennék? Ahó tuningolni. Nincs? Ahó tuningolni, zárva van mind a két szerelmű. Nagyon szomorú vagyok, akkor visszateszem. Jó. Menjen, menjen. Maradjál csak nyugodtan. Kettes megkezdte a járőrszolgálatot kettő fővel. Egyes megkezdte a járőrt három fővel. Kérek erősítést, uram? Uram? Nem kell, mert úgyis megyek a bútra. Nem, nem. Jobbra. Túlszuk a Grove Street-i bolton. Ajajaj. Ne serkezi. Megyünk. Megyünk rá, uram? Lőnek is? Egyelőre nem. Tűz parancs érvénybe, ha meglátok valakit? Amennyiben fegyvert fog magára, pozitív. Nézni. Ukrokkal mit csináljunk? Lőhetek bele? Indokolatlanul ne lövöldözünk. Várjuk le a helyszín, nehogy valaki bemenjen. Kettes indul a Grove Street-ire. Képen lezárási kézik. A tetőn vagyunk a bolttal szembe? Most megyünk. Egy civil ruhába vagytok. Mindenkire szükség van. Már majdnem lőttem rátok, basszus. Valaki van fehér ruhába a fentetőn. Óvatosan menj fel, addig tartalak, jó? Nem merek.
átalakítva. Nem mi vagyunk a tetőn? Fehér ruhában? Nem. Léptem. Mert ott van valaki a fehér ruhában. Ott egy civil, vigyázzon. Hova? És hol van a, akit láttam fehér ruhában? Akár tetőn, nem? Zárjuk le a helyszínt, közben biztosítsuk a kollégákat. Csak a létrán lett menni, mi? Ja. Igen. Hallod, mi a neve? Áron. Próbálj meg felmenni a lépcsőn, hátrébb jövök innen, az osztattól rálátok. A létrán. Hát menj fel, vagy kezdjél meg felmenni a létrán, én meg hátul itt az oszlopról figyelek, hogy nem lőnek el. Szép napot kérem, távozzon innen. Egyébként itt fel tudsz mászni az kerítésre, és hogyha végigmész rajta, tanálnál. Tudjuk. Tisztában tudom, vagyunk vele, legyen kedves elhagyni a helyszín. Akkor nem megyünk. Jönnek le. Ne lőjenek. Dunahouse, hogy szerelők véletlenül szólalt meg a riasztó, oldjuk fel a lezárást és mehetünk a helyszínre. Egyet iktattam. Ez kellemetlen. Mondjuk maszkosok. Egyik össze a lezárást. Na, Vili. Hogy köszönöm. Az igen. Azt nem tudtam mire élni. Jó feltétel ragadni így. Mitől sérülök? Ó, az valaki induljon el. Kármos indul. Gyere, akadémista. Hol vagy, Kornél? Arra vagy, Kornél? Mit fél, mehetted? Ja, jó van, beszélj. Új le az egyetlen. Itt ellátták az egyetemet? Csapassuk. Igen, vagyunk itt. Elindultunk, mindjárt itt vagyunk. Most vagyunk az UFO-ba, benzinkút. Ó, melléjék onnan már visszajöttek? Rengeteg fekete autó van az UFO-na. Igen, az eddig is volt. Még ma leadták a szolgálatot, én úgy tudom. És úgy tudtam, te is leadod. Bent vannak emberek bezárva az UFO-ba. És nem tudom, hogy ők lövöldöztek el, vagy valaki bezárt őket direkt. Miért van zárva? Dajt az UFO-t. Te kénis. Fel kéne hívni a számot. Hívják addig föl, vegyük körbe a helyet. Fölhívom. Sajtó az ide jöttem. Ilyen szabmari. Mik ezek az ukrán maffia? Tóth, felhívtad a számot? Beszélek a számmal, pozitív. És mit mond? Az ő elmondása szerint elvileg bentről lőttek, és nem érzi magát biztonságban oda bent. Hány sajtot?
Azt állítja a szám, hogy akik benn voltak, Tóth? Jó, bejelentő alapján a bent lévők lőttek. Még egyszer. És ki a bejelentő? Korábban megvertek itt egy dolgozót, és azt mondták, hogy vissza fogom térni. Jó, ruházat átvizsgálat mindegyiknek. Senkit nem engednek el, mindenki ruházatát átvizsgáljuk. Aki most érkezett, kettő, azokért is. Át tudom vizsgálni a ruhát, forduljon meg, hát tudom meg. Jó, hozzám is lehet jönni valaki. Tessék, itt vagyok. Jöjjön, legyen kedves. Jó, álljon a falhoz, legyen kedves arccal arra. Jó, föntről lefelé át fogom tapogatni a ruházatát. Legyen kedves. Jó, köszönöm szépen. Szépen átkutatom a ruházatát. Jó, átapogatom itt fönt. Jó, legyen kedves picit előrehajolni, köszönöm szépen, itt az övvonalat is átnézem. Rendben, szúróvágó eszköz, lőfegyvert találok ennél? Igen, igen, van nálam egy kés, még dobozban van, meg van nálam egy Beretta. Rendben, köszönöm szépen, akkor ezt legyen kedves átnyújtani a részemre. Jó, szépen lassan nyúljon a fegyver felé, semmi hirtelen mozdul. Amint megkapom az igazolást, utána természetesen visszaadom, jó? Köszönöm szépen. Illetve a kést is szeretném kérni, azt mondta az is van önnél. Igen. Rendben. Egyéb eszköz találok önnél. Aki most beült a mászlősámat, azt elenged? Igen, még egy Berettát. Rendben, köszönöm szépen. Forduljon meg, legyen kedves. És akkor befejezem a ruházatát vizsgálást, jó? Attól abba hagytam, köszönöm szépen. Jó. Oké, picit lejjebb megyek. Jó, itt benyúlok az úrnak a zsebébe, találok nála a pisztolylőszert. Jó, megyek tovább. Negatív, két Beretta és egy kés. Jó, rendben, legyen kedves letenni a kezét, egy fegyvertartást itt szeretnék kérni. Találtak bárkinél bármit. Parancsoljon. Köszönöm szépen, született. Nem tudom, Antti tudja. Legyen kedves elmondani az ön születési dátumát. Antti tudja, oda van írva, nem? Igen, de... Induljon meg a Balmához. Tibi, ne mondjál semmit, ne mondjál semmit. Szükségem van arra, hogy ön tudja a születési dátumát. Antti, mikor születtem? 2000-esemben 6-án. Negatív, ez nem jó. Tehát mi a születési dátuma, uram? 5-esemben 6-án. Nem. A dokumentumon nem ez van. És mit számít, hogy mi van rajta? Az ön saját dokumentumán nem számít. Miért számítana, uram? Mármint, hogy mit bizonyít? Azt, hogy nem önné a dokumentum. Egy ember azért tudja a születési dátumát. Hát nem mindenki, de... Legyen kedves uram távozni, jó? Én az úrral szeretnék beszélni. Szépen, de melyik úrral? Hát a... Dudás, Mr. Dudás Tiborral szeretnék beszélni. Attal legyen szíves, hagyja a tudozót azt a kollega. Mr. Wong, az úr nem tudja a születési dátumát. Jó, milyen név szerepel rajta? Dudás Tibor uram. Az ő az. Rendben, köszönöm. Személyi igazolványt is szeretnék kérni az úrtól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó, rendben. Ezek az emberek mentett. Uram, jelentem, két darab Berettát és egy darab szúróvágó eszközt kést találtam. Van engedélye, nem? Pozitív, uram. Két fegyverre is van engedélye, uram? Hogy magának tartsa? Nem, nem egy fegyverre van engedély. Jó, nézze meg a fegyverének a cövét, hogy forló-e. Pozitív, rendben, uram. Jó, megnézem itt. Nem érzem, hogy forró lenne, uram. Nagyszerű, akkor nem lövöldözött vele. Vettem, uram. Elengedheti. Rendben, akkor átadom a fegyvert. Köszönöm. Parancsoljon. Ez egy jó ember. Parancsoljon. Nem lövöldözne. És a kést is dobozban, parancsoljon. Bahamától jelentés. Köszönöm szépen. Jó. Mondtuk, hogy egy konvojt követik, pont azok felé mennek. Hány sör? Hat autó. Legyen kedves, még nem volunk el addig a helyszín környékén maradni. Jó, köszönöm szépen. Rendben. Mi történt vele? Hova viszik? Elviszik. Nem mondják el miért. Mi az, hogy nem mondják el, hogy miért? Nem sivatag is az. Igen, igen. Ügyvédet fel kell hívni.
Miért visszük be érte? Ki az ütéskedő rendőr? Maga az? Hát meg se szólal, uram. Persze, meg se szólal. Nem, próbálkozom szólni írni. Nem esik Orné? Nem esik Orné. 79-69, tegyenek bejelentést. Itt vannak a felettesi magatjuk. De miért nem tájékoztatja a főnökét az úrnak, a munkáltatóját? Ulaim, hogy mit követett el, hogy mit követett el? Intézkedés alá vettük, ne akadályozzák a dolgokat, későbbiekben bejöhetnek a kapitány szegla megkérdezni. Csak minek? Hát ha most érdekel, akkor később is érdekel. Hát később engem már nem fog érdekelni. Ja, hát akkor most érdekeljen. Hol van már te, heves ízé majom. Na. Hello, uram! Fújt ki az orrod! Ne inzultálják a lendőröket, legyenek szíveszék! Hát, beszáll, kiszáll! Gövét! Kibeszáll! Na jó, vonuljanak le innen mindegy! Ezt, hogy nem mondjon szemét, mert milő mondhatna valami? Csak bármiről, akármiről beszéltem felé, de nem mondom szemét! Dolgot is mondhatna, mint ti, mert meg is tudtok szólalni egy normális szót. Mi mit, mit szóval? Mi vannak olyan dolgok, amit nem kéne elmondania? Tássak vannak! Tapodj ne lennél! Mi? Például? Például mekkora a farka? Például ti sem mondjátok, hogy mi vagy, miért visztek el. Ja, de most nem mondjuk el. Például azt sem mondhatja el, hogy mekkora a farka, míg a végén valaki megkívánja oda bent. Majd később elmondjuk, most is elmondhatnánk, de nem mondjuk el. Majd csak később. Majd később jöjjön egy be az irodánkba, azt majd esetleg, majd meggondoljuk. Most az építkezésre vagy az irodára? Tehát az építkezésre az irodára. Maga szerint van az egyik, meg a másik. Az építkezés az valahol van, az iroda meg ott van egy épületbe. Hát most maga tudja, vagy mi tudjuk? Hát én nem tudom, hogy hol az irodájuk. Hát ez akkor az a helyzet, hogy már... Mikor van, nem tudja, akkor mit okoskodik? Ja, még építik csak az irodát? Nem, már föl van építve. Nem, van egy konténer iroda. Na most föl van építve, vagy konténer iroda? Hát mert azért a konténer, az nem építi. Az fel van építve. Az kész van, nem a konténer, az a bitépő. Jól van, az a... Bocsánat, már biztos úr, most kimegy maga a bányába, bányász 5 kiló vasat. Abból nem kell valami terméket készíteni, még miért abból lenne valami? Én nem tudom, nem vagyok bányász. Na hát ennyit ért is hozzá. Na ugye. Hát te nem értek a bányászathoz? Hát de máshoz se. Mi ezért? Ja értem, mert ha valaki csak nem ért a bányászathoz, akkor nem ért máshoz se. Akkor semmi se ért. Ez hát, így van. Semmi se ért. Hát igen. Gazdaság alapja. Akkor rendőr lesz. Így van. Igen, erre születni kell. Ez igaz. Ezzel mi építettük föl, én a két kezemmel. Ezzel a két kezünkkel. Ha maguk építették volna föl ez a város, mindenhol csak építkezés lenne, még nem láttam egy építkezésüket befejezni. Nem, hát hogy láttam egyet, amit befejeztek. Tessék, hát tessék. Kezelésbe vehetjük a kapitányságot is, gyorsan kész volna. Ezt a zúvút építették maguk. A műfajtáknál hosszabb ideig tartanak ezek a dolgok. Igen, mert állandóan elveszik a szerszámainkat. Hát felépítjük két kézzel, nem kézzel legyártjuk. Biztos úr? Hát ilyen ezek a rendőrök, rasszisták mind. A piramisokat? Nem általánosítanék tiszteletét. A piramisok, az most hogy jön ide a piramisok? Hát a kivétel elősíti a szabályt. Na, azt is mélyre. Tehát ugye, megrendelés van, felépítjük azt is. Tehát a szarmunkához még több is kell. Tehát igen. Maguk már csak tudják. Ezt miből szűjt el? A kínai nagyfalat is mi építettük. Yes. Igen, azt is maguk építették. Azt is. Jó öreg maga. Így van. Ez a spanyol falat is szerintem, nem? Igen, meghosszabbítottuk a kínai nagyfalat. Tehát most már kínai, igen, az eurázsiai kínai nagyfal lett. Há, érdekes hangzik. Ez a lendőrszék előtt mikor fejezik be a munkát? Tehát amikor a kínai nagyfal elkészül. Így folytatják, hogy jó. De előtte még a Kolosseumot meg kell fejezni, rosszégre csinálják már. Akkor sose. Az attól függ. Mitől? Hogyha elviszik az agyagot előlük. Ja, te meg hogy a szerszámokat lefoglalják, ugye? Mi kivitt el a szanagot? Tegnap előtt megjött 3 tekes mozgó, azt lefoglalták, hogy lefoglalták, és voltak szerszámokkal, se mondták, mi van. Szerintem ilyen lángszórókkal melegít. Nem is köszönjük, se semmi egyszer, csak puf. Volt kocsi, nincs kocsi? Ugyanúgy, mint most a Ferivel. Volt Feri, nincs Feri. Ne nyújkáljon már, legyen szíves, belenyúl az aulámba. Hol a Feri? Hol a Feri? Nézd, ilyen szellemi bizbaszokban nem hiszek, hogy a ura... Minden kirkálják fel a rendszámot. Egy kérdés, uraim, ez mind az önök gépjármű? Ne, senki. Egyek nem.
eddig sem. Egyik sem. Köszönöm. Foglalhatják az összeset. Meg a faszom. Parkolóautókat. Te miért parkolóautókat? Tehát itt a... Ami Los Helyen áll. Miért áll a Los Helyen? Ez egész egy parkoló. Hát ez Los Helyen áll az út közepén. Blokkolja a forgalmat. Milyen forgalmat egy parkolóban? Hát itt én át akarok menni, akkor nem tudom. Megmondanák, hogy miért ellenőrizgetik őket? Miket? Egy okot kér, szeretnék rá kérni, hogy miért ellenőrizgetik a rendszámokat. Nem idegen autókat. Hogy miért ellenőrizik az gépjárműveket? Igen. Mondjuk azért, hogy 8 darab fekete Mercedes áll egymás mellett, ahol egy olyan helyszínen, ahol lövöldözést jelentetek. Hagyjuk már ezt a lövöldözést. 8 darab fehér, fekete, sárga Mercedes állna itt, akkor az lenne a gyanús, vagy mi? Nem, az pont nem lenne gyanús, ha fekete, sárga, fehér lenne. Na jó, most hogyha a kollégái lefoglalják az autókat, én holnap megyek ügyvéd, de azt visszaperlem a kivételi. Mi még is a maguké? De nem, hát átadott. Az előbb nem miért azt tartottál. Mondták, hogy ez a miénk. Akkor milyen egy az egyik, ott az egyik. Nem, megkérdeztük, hogy maguk ilyen gépjár. Mi most már hirtelen magáért az egyik. Az egyik a sok közül. Érdekes. Nyugodtan fognál már egy jogiratot, ami bizonyítja, hogy melyik a maga rendőrautó. Nézd meg, és el is viszi. Nézd meg, beül, és elviszi. Nem. Nem rendőr. Nem rendőr. Nem rendőr. Nem rendőr el a gépjárműbe. Átparkolt vele a parkolóba, akkor mégis az egyik a maguké volt. Ez mindegyik a maguké, csak szeretném felvilágosítani. Hát jó van, ha dolgot foglalják, akkor lenyugodtan a parkolóautókat. Persze, így kell megzárni azért, polgári lakosságot. Értem. A polgármester parancsára csinálják ezt, levelem parancsára. Biztos. Korrupt az egész bagás. Gyere már, de figyelj, te bolcsodjál már. Szvitelszkék miért látnék számunkat? Mi a fasz viszont is minden oda? Mondta valaki? Nem, akkor... Szvitelszkék voltak azok. Ők is dolgoznak ellefele? Nem tudjuk, mindenfele dolgoznak. És majd melyik részük? Hát a kezükkel szoktak dolgozni. Biztos urak. De nem a Valszuti vagy Évi. Ezeket az autókat is. Ellenőrizni már le a rendszámaikat, jó? Mert mindegyiken ott van, nagyon gyanús, hogy mindegyiken ott van a rendőrség felirat. Azzal az indokkal, hogy fekete Mercedes egymás mellett parkolnak, ellenőrizgethetik csak úgy mindenféle upufu ürüggyel a rendszámukat. Kedves uram, ne haragudjon meg, hogy igen? Kioktatom, de akkor ellenőrzök és azt, amit szeretnék, jó? Így van, így van. Majd tájékoztatja őket, hogy itt egy csomó kocsi van. Legyen már szíves parkóra. Van, hogy 10 fekete gépjárbő is van, mert tudja, hogy a fehér, meg a fekete elég gyakori gépjárbő szín. 15.07 tisztelette. Ez így van, elég gyakori szín. Tudják. Csak az összesnek ugyanaz a márkája. Hát igen, sok fekete Mercedes van, meg sok fehér Ford. Azokkal nincs is probléma, amik szabályosan parkíroznak, de amik itt állnak az út közepén, meg a járdával. Párülegesen, azok is párhuzamosan, elnézést, azokkal már van. Hát nem érdekel engem. Hát a kedves úr, aki az a Mercedes tulajdonosa, azt mondta, ha félreáll, akkor nem lesz semmi gond. Félreáll, nem is lett semmi gond. Nem értem, hogy miért derogált volna félreállni, hogy szabályosan parkírozni. De nem azért, hogy az aki is esett meg parkoló. Miért hazudnak a lendőröknek? Nem kutattuk át egyáltalán, úgyhogy nem tudom, mi a probléma. Hát megkérdeztük, hogy önöki a gépjármű, és mindenki nem. Aztán mégis kiderül, hogy a maguké. Én azért mondtam, nem az enyém. Te azt kérdezted, hogy az összes gépjármű az enyém? Mondtam, hogy nem. Nem, én azt kérdeztem, hogy az önöké a gépjármű? Hát a 8 gépjármű közül egy az enyém, nem minden 8. És ezt nem tudta volna akkor elmondani. Még nem közösségi, nem kommunizmus, ez nincsen közösségi tulajdonunk. Hát elég szomorú, hogy nem. Még. Hát magának majd lehet, szomorú, látom is magán, hogy olyan. Átveszik az ulalmat a válasz fölött. Na igen. Alkotmányos rendnek a megzavarása. És mikor lesznek a választások? Hát azt mondjuk jó lenne választás, mert ugye volt már itt szavazás, vagy bármi. De erről kérdeztem a lakosokat. Maga szerint én írom ki. Magától is megkérdeztem, de 150 embert kérdeztem még, aki soha nem szavazott senki, azt a polgármester mégis... Hát valaki? Így van, kéne szavazás, ezt mondtam. De most egy gyorsan, álljatok arrébb,
hagyjunk helyet neki, és akkor halljunk a rendőr van át karébb. De ez az vezérőr, hogy mondjál akkor a Dudás Antal vagyok, Dudás Antal az igazság nomában című videó sorozatnak ez a része. Tétali úvonk vezérőr meg fog beszélni, aki pártot alapít és rájött arra, hogy igazságtalanság történik a városban, hiszen semmilyen demokratikus szavazás nem történt itt az elmúlt években, illetve a polgármestert is a demokratikus módtól eltéren választották meg. Átadom a szót, tessék! Itt van, tisztelet Liu Wong, vezérőr vagyok a lendőszéktől, és a Vöröszláng gyermekei párt alapítója. Ezzel a párttal szeretnék majd elérni a városba több dolgot, de nem jutottunk még odáig el, hogy szavazásokról vagy bármiről beszéljünk a polgármesterrel, mert mindig csak a hálítászok jönnek. Pedig ez a párt nagyon sokat tenne a népél, ételosztásba és a munkászok bélének a fölemelésével kezdenénk. Igen. És hogy hogyan gondolnánk a kulturális viszonyokat a városban? Tehát szórakozási lehetősége egy gyerekek számára biztonságos lenne zene és tánc, táncmulatságokat csinálnánk. Az ilyen teleken például, mint ami központi részen van az UK kávézó, ezzel fellendíteni a forgalmát is a helynek. És a leszakadtabb városrészekkel mi a tervük? Mint például a Gross Street, ott a Hős utca és a környéke. Köszi Vali a kevetést! Borkocsítással oldjuk meg, ott tehát ott ki lehessen menni a parkba, van, ott is lehet tánc esti, így van ugyanúgy. Meg bármi, és ugyanúgy bevonnánk őket a közösségi életbe. Itt van Bukkó és vezérőr nagy, és ő is a párt tagja, én úgy hallom. Pontosan így van, én is felidúcsuk vezérőr, és felettem a kollégának magatok 10-8. Eredményes lenne? Kezdetekben mindenféleképpen. Kérnék szépen egy beosztást. Révén kiszorítanánk az utakat ezekről a területekről, nyilván szakaszokat meg tudnánk szüntetni, amelyeket beparkosítanánk, ezáltal biztonságosabb szórakozási lehetőségeket biztosítani a fiatalabb generációnak. Ezeken a parkok területén játszótereket, illetve készségfejlesztő eszközöket, teszem azt, felnőtt játszótereket létesíthetnénk, ami az egészségüket is segíteni, az állampolgároknak fitten tarthatják magukat, ilyesmi. És Liu Wong, az ott élő, tehát többségében bűnözésből élő, csak megértési bűnözőkkel mi lenne, beköltöztetnék őket a gazdag környékekre, nehogy Isten a városból, nem tudnának beéleszeket? Nem, ott azt a részt csatolnánk föl jobban a városhoz, tehát azt megszüntetnénk az ottani nyomot, munkát adnánk nekik, akár a bányában könnyen be tudnának illeszkedni a kétkezi munkával. Tehát azt tudja, hogy őket ki lehet venni a gettóból, de a gettót nem lehet kivenni belőle. Ez igaz a bányára is. Ugyanúgy a bányába elmennének esetleges olyan helyekre, amik egy kicsit messzebb lennének, és ott bányásznának, ezáltal a munka örömétől megváltoznának. Így van, vagy a csatornákat takarítanak, persze. Tehát akkor egy ilyen visszailleszkedés normális társadalomba című programot valósítanának meg? Így van. Mindenkit megillet a második esély. Pontosan. De mit szólsz ezt, Tibi? Nem lenne többi magántulajdon, csak köztulajdon. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tisztességes állampolgárok elérjék a céljukat. És hogy mindenki tudjon érvényesülni. A Duna Holding csak azon dolgozik, hogy minden állampolgárt megfelelő jogok és pénz illessen. Ahhoz, hogy boldogan tudjon élni ebben a mai világban, ami néha gyötrelmes. De mi itt a cégnél, a Duna Holdingnál mind azon dolgozunk, hogy mindenkinek egy szebb és jobb élete legyen. És ehhez a holnap este folyamán nagy valószínűséggel jótékonysági bált érdekli, ahol adományokat fogadunk el, egy banketten, igen. És szeretnénk meghívni Jackie Chan-ört nagyot is, hogy viselje a kisebbséget, a sárgákat, igen. Micsoda? Ez ki? Én Lippont vadok. Akkor ön is eljöhet, meg a Jackie Chan is eljön. Pár vendégünk lesz. Hát az jó lenni. Sok fasságot. Tibor barátom eljutatta az adományokat a rászorulóknak. Ugye Tibor? Nem tudom, nem vagyok híve az ilyesmi. 246. Tudják, mi kerül ennyibe? Milyen beruházás? Amit a Svitesztjék lenyúltak. A 8-as metrónál, polgár. A polgármesterrel együtt. Igen, a polgármesterrel együtt. És ugye tőle
és a 8-as metrónál is látunk egy, egy hatalmas sok, nem tudom észvesni. Félre megyek rágyújtani egy... Igen. Az örömbérében lett elhol, csak megjegyszem a Szikerszki és a polgármester úr manővere által lesz a pénz. Hát a lendülők béléből nem, mert olyan kicsi a lendülők béle, hogy ebből már nem tudnak elvonni. Minimál bélé dolgozunk, ültörnek az emberek, hóban, fagyban kint. És addig minket minimál bélre tengődő kis embereket megzállják, addig a polgármester úr. Csak hogy ezért hívhatom már szerintem. A Bugattiában ő valószínűleg. Ki emereztél? És az Adrián van. Ki emereztél? Voltál? Az Adrián a luxus. Ja tényleg, tényleg. Hát azóta azért rengeteg víz lefolyt a Dunán, Lali. Ó! És felhívnám a figyelmét, bárki meg tudja nézni, ha felmegy a Tinderre, arra a randi applikációra, akkor megtalálják a Cobra Kai polgármester urat két prostituáltal, ahogy éppen drogozik. Szóval most szeretném mindenkitől hallani, hogy Mondjon le! Mondjon le! Nagyon fasz a véges. Köszönjük az interjút. Köszönjük szépen. Tovább, köszönjük szépen. Nem sokára átveszik a politikai irányítást. Jó lesz, hogy jól van enni. Nehogy vesszük át, mi vesszük át. Mi? Adom magunknak egy. Még kell leszük a megfelelő embert le. Tehát, hogy már megtaláltam a megfelelő embert rá. Kicsoda? Tehát az filmszinkron színész. Ötvös, igen. Na, majd fölkeresztük ez ügyben. Tehát én már fölkerestem és beszéltem azzal a paraszttal, Frank Markovval. Ne palasztozzam a vezélőr nagyon. Valaki indulja? Mondta, hogy ő egy büdös paraszt. Te nekem így mondta. Ki, hogy ő na, egy paraszt? Igen. Hogy ő ezért nem kettő, hogy az igazi bunkó, nem, de Malcolm. Magatom 18 egy beosztást kérnék, köszönöm. Az önkormányzat épületében az alapszorban a... Igen, és van sajtószoba, azt is megmutatta. De úgy van, tartottál a sajtotájban. Jó, lendben, hogy beszélünk. Eddig nagyon sajtótól nem találkoztunk senkivel. Tehát én voltam bent. Hát azt értem, hogy eddig... A diktatóra miatt. És a Frank Magdobnak is adtam a számot, hogy keressenek. Maga előtt mondanám, hogy nem volt sajtóz. Tehát igen, tehát, hogy ez akkor tarthatunk sajtóz. Hát, na mindegy, én már nem is értem, hogy mi folyik. De most van ember, most már Anti után vagyunk, értjük. Mennyibe? Megszületett a megváltó. Ki a? Hát én. Hát én? Megszületett a megváltó. Ki az? Hát én. Ja, még megszeköszöntem attól az utolsó füleszét. Ja. Nagyon szívesen. Ja, köszönjük szépen. Te vered a mentőröket? Anti. Nem, mi kaptunk egy füles fegyvereszeklő. Vedd fülest, verem őket, igen. Na jó, van. Na, nekünk mennünk kell dolgozni, mi nem eljövünk le. Itt egy nudászén, azt menjenek a dolgokra, tartsák fel a művészra. Maguk menjenek a dolgokra, viszlá. Viszlá. Na, én fogok be a kis. Jó. Jó, merre találom? Szubú kávézóba tényleg vissza. Nem tudom. Lefoglaljam, uram. Volt le, megindult valaki? Itt vagyunk a helyszínen, egy Nissan Skyline R34 tartózkodik. Hirdetést intézzünk már polisz.hu-ra.
kettő darab Charger Crawler. Hozunk kedded. Mi is? Ja, amúgy elég komoly lett az RS4-en. Vagy 6-on, RS6-on, ja. Igen, nekem már itt volt a rendőrség, amikor én voltam rendőr. Jó pár éve, egy éve. Most jó. Most már neki ment, most jó. Leállítottam ezt a szart. Persze, nem szól már. Nem azt a kocsit. A kikötő mellett? A 6-osra gondolsz erre? Hiszen akartam, valahol élsz. Tiszteletem mindenkinek. Tiszteletem. Mint ha nem vagyok indiszkrét, egy ételt, meg egy italt, akkor csorogjak valakit. Parancsolj! Nálam itt csak egy kettőt van. Kettőt adok. Kettőt adok. Akkor parancsolj. Annyi nem kell, ne viccelj. Amint készen áll, uram, hirdetek is, hogy bement. Hirdetet, hálásan köszönöm. Készünk a kiallgatásra a bolt helyszínére, még kellünk? Negatív. Te a harmadlagosnak, vagy negyedliges üldözőnek. Negatív. Nem kell, köszönjük. Akkor lehet, hogy átmehetnénk a kettesre. Pozitív, akkor aki a Mirror Parki volt rabláson van, megkérném, hogy jöjjön át a kettes rádióra, köszönöm. Ott kettő. Egy is kettes. Magatok kettes. Vászolj kettő. Tót maguknak kivezet? Hát én veletek vagyok. Tehát én nem vezetek. Akademist, ja, Nikos, ja. Gyakoroltam egy csomót. Az őszhajú úr. Te leszel az elsőteges, jó? Jó. Ki lászta nekik a rutint, de én nem ráztam ki nekik. Az középtáján volt, aha. Jajjá, az a 6-os. Középtáján az az 5-ös. Vagy hát, de az 5-ös az nem izénél, kikötő mellett volt. Ez 6-os, igen. Ami hát pont itt van. Az a 6-os. Az 5-ös, meg itt van. Nem. Valahol. Nem tudom, mindegy. Mindegy, most ott van. Akkor arrébb megyek, és akkor már nem fog. Ki tárgya? Vuk? Vuk, igen, pozitív. Jó parancsnok itt a túlsztárgyaló. Board Lincoln 11K. Egy darab túlsztárkózkodik a boltba, megkezdett túlsztárgyaló. Látható kis kaliber. 14. És a Ford. Az, hú, emlékszem. Szerintem, várjunk. Ford, az valahol az előre. Kevesen vannak. Bocsánat. Ja. Akció
másnap itt a túlsztár gyalog, meg is született a kérésed egy darab túlszét, a boldot a benzinkútról kilézve, jobbra-jobbra szeretne szabadítani az elkövetőt, tehát a hídon szeretne átkelni, ugye, mint a jobbra kitávozott. Ez megoldható? A benzinkúton átkelve, vagy az úton? De mit? Nem jobbra, kell átkelni. Nem balra, jobbra. De jobbra elnézés, persze, megoldható, hogyne? Nézd, négy. Akadom is te úrról felszedni, akkor a... Parancs, szóval parancs! ...az utcára. Szas. Jó, hogy szépen ezt a csomagom az utcára. Én szépen ezt is, és összeállítom, összeugrasztom a szöges drótot, és fel is szedem. Előmjárónak tisztelettel jelentem, az útzárat felszedtem. Persze, kitűnő. Pontos, igen. Bocsi, nem leszem rosszul. Tárkezeltettél, hogy beugrott. Jajjá. Tárgyalónak nagyjából mennyi idő múlva tudna indulni az elkövető? Megkérdezem. Elvileg még egy 2-3 perc nagyjából. Hát, nagyon időigényes az RP, szóval. Hogy álljanak fel, nem feltartható az, amit én csak csinálom. Liu Hongur pedig másodlagos. Ja igen, 3 hónap után törlik. Kari. Munkát keres a fiú. Az igen. Ilyen messzire láttam a permét. Hát figyelj. Ennyi. Jobban van, uram? Ahogy. Akkor jó. Rendben van, akkor elsődlegestől szeretnék egy hangjelzést. Másodlagostól szeretnék egy hangjelzést. Nyomkodja. 10-4. Az elkövető végzett, hogyha gondolják, akkor indulna, csak kérdezzenek. Rendben van, hogyha hop, 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 az elkövető, akkor nyugodtan indulhat. Sok szerencsét. Ezt nem feltétlenül kéne így előltetni.
Az elkövetésem sikerült. Jó, na. Akkor indulhatunk is. Igen. Hát az elkövető az... keményen kezdett. Neon is van rajta, meg, milyen, meg minden. Apa, már kifordultunk. De folytatja. Megyünk is tovább. Jó. Igen, talán. Jó, így be. Aztán le. Egyébként a vezetési stílusa a rendőröknek nem olyan rossz, tehát hogy így ez ott a három nap alatt, ami alatt itt vagyok nagyjából, azt veszem észre, hogy úgy tudnak vezetni általánosságban. Hóban sokkal nehezebb irányítani egyébként ezeket az autókat, de általában az üldözés nagy részében meg tudják oldani ezt a dolgot. Úgyhogy összességében jól vezetnek, azonban az elkövetők is egyébként jól. Az igen. Még megvan a másodlagos. Látok érdekes dolgokat, de ő nem. Hoppá. Itt viszont ezt gondolom ő is észrevette. Ezért lassítottunk rá. Megy a gumi melegítés havon. Hopp. Ja nem, mégse. Ha. Megtévesztő fordulások. Az elkövető most nem vezet a legjobban. Bár tény is való, hogy egy nagyon-nagyon jó autója van. Ez látszik egy kigyorsításokból, az keresztbe szállt. Igen, egy csoda szép megfordulást láthattunk, ezt én is valami hasonlóképpen oldottam volna meg, élettem volna. Egész jó éveket válasz, mert ezeket a random kanyarokat nem teljesen értem. Pitman előrehajtására talán megtévesztő lehet, de aki ismer és jól tud pitelni. Oppasz, a jaj. Aja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 j
Viszont... Meg vagyunk. Álljunk be általában. Na. Mi a helyzet? Hívjunk mentőst? Azt mondja, mi a helyzet? Tehát azért ennél durvább dolgok történtek. Az igen.
gyors edit kaptam. Viszonylag. Viszonylag hamar, egy szituáció alakult ki. Aha. Ketten másztak, a másik akademista... Hát egészen eddig. Egy rendőrünk amúgy még életben van minimum. Vonosok hívó. Nem volt vonalban. Vonalban volt, csak nagyon későn reagál. Hoppá. Hoppá. Még élünk. Még nem nyugodhatnak meg. De egyre többen jönnek és többen. Úristen, mennyien vannak. Hát itt esélyünk se volt. Az még rendőr volt ott hátul? Aha, az még rendőr? Az bizony, hogy rendőr. Az bizony, hogy rendőr. Az bizony, hogy rendőr. De elfut. És jól is teszi. Sokan mentek utána. De mindenki jön vissza, úgyhogy valószínűleg a hátsó, a hátba kerülés az hatásos volt számára. Most itt kinyírtak mindenkit, volt egy DM part és itt ennyi. Hoppa. Mármint, hogy... Az a sajátjuk volt. Tanakodnak. Nem hívok mentőt, mert nem tudom ilyenkor hívhatnék most már. Aha. Ja, kiürült a terület. Kinda biztonságos, de más hív, akkor hív, de én most ezt emeröltetem. Számomra ennyi. A csávó még úgy él. Kb. Vagy hát nem tudom, hogy a hát nyomtam meg, vagy... Vagy csak jól erpézik. Most ezt egy 6 percig hallgathatjuk, ezt a csodás szirénát. Úgy nagyjából kb. De nyugi, titeket meg kimérlek tőle. Tessék. Így nem hallgatjuk 6 percig ezt a csalás szirénát. Hát jól rajtunk ütöttek, mert mondom az összintét, hogy jól helyezkedtek, szóval, hogy ez okos volt a liláktól. Nagyon szar vagyok LVB-vel, ez tény. Az, ami nagyon kell gyakorolni. Nagyon felhord a fegyver. Sokkal jobb a Scorpion, vagy az ilyesmi, szóval, hogy ezt tényleg lényegesebben jobban lehet irányítani, szerintem. Ez, hogy egy lövés után felnézek a plafonra, ez így tényleg kriminális. Ja. Jöhetett volna egy helikopterrel. Csak egy ilyen esetet lehet hozni. Megmondom az összintét, hogy még nem vagyok elég régóta itt, régebben szigorú szabályozások kötötték a helikoptert. Meg most, hát nem is mindenki vezetett, hogy a helikopter, szóval kell hozzá engedély. Van két vezér a nagy szolgálatban, lehet legalábbis egy biztos a liú, mondjuk ő üldözött, szóval nem tudom. Mondjuk a helikopter nem feltétlenül oldotta volna meg ezt a helyzetet. Kód nulla és minden földi egység, tehát hogy kb. Ennyi. Hát azt levárjuk, és aztán van egy újraéledésünk. Mert a...
nem tudom. Azt mondjuk, hogy a karakterfejlődést kapott, szóval elég... Mármint nem találtak el, talán csak háromszor. Nem tudom milyen pityúval. Mindegy, hát... el van. Érdekes, érdekes. Na mindegy, ez van, hát... ja. Nem tudom, hogy most amúgy hívtak-e. Csúcsú, szervusz, szervusz, köszönöm szépen a követést. Ne kérdezzétek, az alertbox miért nem működik, mert fogalmam sincs, mert elvileg minden bekapcsolva. De lehet, hogy tesztelek is egyet, bár élőadásban nagyon nem szoktam. Tisztelet, szervusz, csúcsú. Ciao, ciao. Hát ezt nem teljesen értem. Hát jó. Nekem működik. Én tudom követni saját magam. Azt, hogy nektek miért nem működik-e? Egyikőtöknél se az alert, azt nem tudom. Telefonálom sincs. Hop hop. Valaki fut. Hopp, az velünk van. Az ott velünk van. Az az én kollégám. Az velünk van. Ő velünk van. A kolléga túlélte, aki elszaladt át. Az igen. Az én járőrtársam. Látod, egyes egység. Hop-hop, most engem fog meglátogatni. Ez én púzusom volt olyan? Kodit. Hátul. Arra nyomok egy ergődét. Jaj! Lehet, hogy elhamarkodott döntés volt. És most becsúszom a bokorba, és sose a lábát megtettem. Ez egy elhamarkodott döntés volt, ez a vergődés. Nyomok még. Miért ugrott szerencsétlenem? Nice. És amíg most becsúsztam a bokorba, soha többet nem találok meg. Hát na, tessék, ennyi életenergiám van, hogy még bújócskáz is van idő. Csak kérlek a szirénát kapcsolat ki, erre kérlek, könyörgöm neked. Oda estem nála. Vagy most kilútolt. Ez most nem van, az sem púzussal jár, már mind nyilván te vagy az orvos. Csak gondoltam, meg érdeklődöm 178-as púzust. Stresszben van a karakter, stresszben van a karakter. Boltrablás, aztán megjelent két autó, és elkezdtek lőni, aztán megjelent még vagy 8 autó. Mentőt hívtam, de... Márja, ránézek ezekre az alertekre. Hát nem tudok más csinálni egyébként, mert a tesztre működik, csak kivel kapcsolom. De úgyis van időm. Ahogy így elnézem, még nagyon RP-zni nem kell majd. Sajnos ezt most bebastisztam. Működik? Igen, akkor tényleg nem értem. Nem értem, srácok, nem értem. Értem, van a Teams. Na, addig jó.
Jó. Use. És... ez kell. Na, most ezt tegyünk rá erre. Akkor ne. Ó, pedig hát ennél az aletnél azért illett volna. Köszönöm szépen a feliratkozást. Köszönöm szépen a Prime-os feliratkozást. Valahogy megcsinálom az alertet, én is köszönöm neked. De hogy a szarért nem működik ez a fos. Tényleg nem tudom, hogy lövésem sincs. Mármint egy így tényleg nem. Igen, ez is az. Egyszerűen miért szarja össze magát? Mindegy. Ok. Semmi gond. Mármint, hogy de van. Oké. Okay. Oké. Okay. Szép, elóvaló. Na, azt mondja, hogy... megcsináltam. Opa. Oké, okay, és most akkor csak annyit kell csinálni, hogy ezt így megfogni. És behúzni középre. És akkor azt mondja neki, hogy... transform. Center. Horizontal, így van. És most már középen is lesz, nézzük meg. Na, köszönöm szépen egyébként még egyszer a Prime-os feliratkozásba, hogy köszi, köszi. Jó, hát nem valószínű, hogy kapok mentőt. Úgyhogy szerintem itt az ideje újraéledni. Remélem tetszenek az a múlták. Több is van, azt hiszem, nem csak egy, vagy csak egy van. Egyesből. Miért kéne előfizetnem? A saját közvetítésemre. Aha. Jó, több problémát is vélek felfedezni. Azaz, jó. Akkor jó, akkor jó. És a követő is meg a hello, ugye? Jó, szuper. Szuper. Akkor jó. Várjál, Csucsunak a followját is. Már beközöljük. Aha. Ez tetszik. Ez tetszik nekem. Zárójelbe jegyzenek, hogy nem. Várjál, ez. Jó is. Igen, ez működik. És a follower. És a follower. Öljetek meg komolyan. Várjál. Test widget follow. Ne kérdezz. Szerintem tényleg ne kérdezz. Fogalmam sincs. Neked oda egy szét, hogy following. Hát jó. Na, mindegy, ezt erre ránézek majd. Ezt tudom mondani. Jó, hát csúcsú. Na harakudj. Mindegy, itt a bokorban szerintem túl sok túlélésre nem számíthatok, ugye lehet, hogy most nyomni kéne egy hosszan egyet. Egyrészt két dolog idegesít, a sziréna, másrészt, hogy nem RP-znek vele. Várjál, még egyszer vergődünk egyet, hát ha történt valami szitát. Nem akartok nekem mentőt hívni egészen véletlenül? Már itt egy... aha, szerintem betámasztottak az autóval. Nem szeretett vicc. De... téged is ugyanúgy szeretett vicc, de szerintem engem elütött, de szerintem rám álltak a kocsival. Amúgy. Én kitartok, csak hívjál mentőt. Meg lőd le a szirénát, ez az, ami leginkább zavar. Hallgatom már ideje. Mindegy, akkor nézzük rá a followerre is.
Tehát dashboard. El leszünk, figyeljetek, van idő itt megcsinálni a streamet, professzionális streamer vagyok, élőben vágok, élőben editelek, minden. Ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni, test follow itt működik, gondolom nyilván. Szuper. Oké. Oké. Jó. És... igazából a hidegben meg a hóban sokáig jön a kis szottyat esett. Kösz a kis szottyat. Ja, várjál. Nem gondolom. Várjál. Jó, instead. Oké. Okay. Done. Jó, ez azóta is működik. 4-15-szer lejátszom ezt az amótán. Oké, ez azóta is működik, és most? Aha. Jó, várjál. Follows. Disable. Enable. Aha. Aha. Pici. Köszönöm. Nem működik. Jelentem kurvára, nem működik. Jó, hát... igen. De amúgy be van állítva. Tehát egy previewban ez az. Most nem ezt mondom, de hogy... igen. Mit használsz? Streamlabs. Streamlabs-t használok, és az Ovnedről vettem ezt az alertet. És... ja. Ennyi. General settings. Mindent megcsináltam. Itt a subscriptionnál ugyanaz van, mint a másiknál. Igen. Vite alert follower webben. Ja. Ja. Hát, hát ez az. Rohadtul érdekes. Amúgy működne. Tehát, hogy... na mindegy. Jó. Az alertboxot a frissített a source-ba akkor se jó. Nem, töröltem és vissza. Azért lett jó a tiéd. De... az, hogy a tiéd működik, és a csúcsúé nem. Egyet te followod. Aha. Jelkövető, hogyha szabadok, akkor őt is a follow-szar. A follow-szar. De hogy miért? Várján, így ezt letiltom. Hallani rádió? Aha, letiltva is működik, semmi baj. Jó, azóta sem történik különösebb. Fekete csárgyőkből. RP. Most átgázoltak a kis testemet. Engem is próbáljátok meg életet. Hagyjuk el a helyszínt. Én nem... és ez a gép jármű? Csokolom. Szép napot feltöltöttem, hogy most azonnal hagyják el. Nem érdekel, hogy ki lakik itt, megkérjük. Így van. Úgyhogy tolatva hagyják el. Jó, mindegy, ez van. Nem így. Hát még 10 percem van. Megpróbálok egyet vergődni megint. Aha. Most kidőltem a bokorból. Talán így észrevesznek. Bár rám parkoltak, aha. Na, észrevett. Talán lehet szituáció. Hát itt van, bár a bokortól semmit nem látok, de talán lehet szituáció. Mi? A kolléga? Azt mondja, nem látom. Ja, igen, most CPR-t hajtanak rajtam végre.
csak észre veszek a kukás előtt, tehát az az. Kukás mellény. Recipiár. Hát de miért én? Nem hívott még senki, mert itt a szirénát miért nem kapcsolják le? Nekem is annyi kérdésem most van. Most azonnal elhagyja a helyszínt. Na hát már nem is fontos az én olyan kis tetves életem. De a sziréna, az tényleg nem értem a sziréna. Az egyik, a másik pedig, hogy... Aztán... Aha. Jó rendben, ezt én teljes mértékben... Srácok, nehogy rákattintsatok bármilyen linkre. Meg semmi ilyesmi. Ezt a hatalmamban áll teljes mértékben kitörölni a faszba. Ez meg is történt. Köszönöm szépen. És banne. Igen, egyébként valószínűleg erre alszanak el esténként a szirénára. Na, életben tartanak, srácok. Életben tartanak, perel CPR. Te ne azt írd be mibe, hogy perel CPR, hanem végezd el. Mindegy, valószínűleg másnak írta, és csak felfelé nyilat nyomott. Valószínűleg most nyomkodja a kis mellkasomat. A kis cuki. Ez nagyon szexi. Mármint, micsoda. Itt rohangál ide-oda. Csáó. Ugye a kis melkasom. Jó, ez az nyomkodt a kis melkasom. Yes. Bocsánat. Ez már szexuális tartalom. Miért utalmas tartalom? A szöges papucs? Akarod mondani? Rock tudja, mitől döglik a légy. Ide szöges papucs kell. Szöges papucs árvaház. Rendőr két legjobb fegyvere. Megkímélek titeket ettől a csodálatos szirénát, amit szóltak. Így csak a hangomat lehet hallani. Elég, hogyha csak az én agyam megy szét ettől a csodától. Úristen, ki jelent meg a cseten? Jézus Úristenem. Hát... Hop-hop, szituáció van. Szervusz, Neszt egyébként, szia-szia. Na várjatok, most azért kapcsolom vissza a szirénát, mert most mozgatni fogják. Most az RP szituáció van. Valaki segítsen, hogy vigyük előre az akadémistát, a fekete charger-től. Hol az akadémista? Itt van, fogjuk. Úristen, fogja már meg erősebben. Na, úristen, segítek. Úristen, segítek. Újra egyik legkedvencebb akadémistán, nagyon jó volt. Ezek hülyék. Azt a kurva. Egyik legkedvencebb akadémistán. Verébb, úristen. Az igen, hogy visznek. Az igen, mondjuk itt jött pár autó. Nem a Reina, vagy a doktornő, a fontosabb, hanem az akadémista.
Hónapot, itt is van egy sürgős eset, egy akadémista épp holdoklik. Jó, a mentős hölgy is. Éppen hosszú van. Hm. Felrakok egy gerincmerevítőt, meg egy nyakmerevítőt. Magánál van az akadémista? Hát nincs. Ki kéne jönnöd, Tádi, nagyon gyorsan. Na, talán összekaparnak. A mentőautóból idehozzam a hordágyát? Igen, igen, valaki rakjon rá... Hozzá a mentőautón. Gyorsan nyomon kötést. Aki esetleg tudna. Igen. Súlyos sérülést fogunk erpizni egyébként, mert nagyon így jól. Na, gyorsan rárakom, itt van egy lövés és egy sérülés rajta. Gyorsan rárakom a nyomon kötést. Szétfeszítem itt a ruhát. Levágom. Ahogy látom, itt van egy kötés, de az átvérzett, úgyhogy rakok rá gyorsan még egyet, és jó szorosat. Yeah. Amúgy mindegy. Gyorsan ott látom, hogy van egy kis buzzanat itt a lábánál. Picit 4 percetek van. Ne, nehogy ne foglalsz. Kicsit betűzött a lábát. Mert ezt fog már vinni nyomozni. Nyomozni? Igen. Hát nem, hogy majd az én autómmal fogok rendszámmal menni. Jó, pulzus rendben, légutak rendben, ahogy láttam, nincsen semmi a szárban. Ez igen. Figyeld meg, egy perc is nyersz. Elveszek egy repülősót, meg egy adrenalint. Nézd meg repülősó. Na, már őt felszedi. Fél milligram adrenalint beszúrok. Én is beszúrnék valamit. Hogy látom, fülemet a százas szögei, ne halljon a szirénát. Látom. Is fogsz? Jó, én már jobb vala. Mindjárt jönnek a kollégák. Szar. Lanka. Na, van mentőautó. Srácok. Aha, vigyázz a lábadra, mert nagyon be van duszadva. Igen, nagyon. És olyan, mint a mentes duszad. Ah, na még elgázol a mentőautó. Itt a hordágy. Itt egy lőcélült, van rajta egy nyomókötész már. Már kettő van rajta, úgyhogy... Az a helyzet, uram. Na már kettő is van rajta. Kettő, ha már átvérzett, gyorsan raktam rá. Hova futnak? Rakok egy kis sínt a lábadra, jó? Mert nem tudom, hogy mi van vele, úgyhogy... Nem történt valami? Megmozdítod a lábujjait? Egyeszem vannak? Igen. Jó. Ott a feketén történt valami? Na, úgy néz ki, összekaparnak. Érzed mindkét lábad? Túl fogom élni. Túl fogom élni. Remélem. Ugyeljünk mell, az előbb is bejött egy pacifikát. Arra emlékszem, hogy... Na, és végignézte az egész állomány, hogy erőci a doktornőt. Meg két olat. Ja? Mindjárt azt a nyomókötést kicserélem rajta. Jó, ez hogy a faszba szikerült egész. Nem tudom, de... Utolsó emlékem az, hogy lövök vagy 10 embert. Igen. Egyébként meg önlőtt először. Én biztos, hogy nem. Artéria nem sérült. Oldat lőtt valaki a kocsiknál. Én lőttem először. Engem meg hátba is lőttek. És hát én lőttem, de akkor már minden volt, akkor már fegyvert fogtak. Oldalon jobbról valaki lőtt. Beszart, mennyit mértettek neki elsőnek? Neki? Aha. Mennyit mértek neki elsőnek, nem tudják. 17 bónus szám és valami 30%-os. Mondjuk a vérszintet azt nem tudom pontosan, a pontosan tudom megszámolni. És több lövés is érte az urat? Vagy? Hát érte egy pár. Tényleg hozunk egy termotakarót. Nem, én nem látom rajta az összes sérülést. Most, hogy merre kutassak a sérülésre. Itt várjanak az? Látok a vállánál egyet. Akkor egy nézem, hogy mellény, az felfogott egy párot. Itt a hasánál látok még. Ja, akkor írsz, akkor... aláírod ezt, hogy itt a helyszínen látnak állam. Majd aláírom, nem érdekel, csak csinálsz. Majd aláírom, nem érdekel, csak csinálsz. Melkosánál a felsőt, előkészítek egy milli adrenalint. És akkor beleöntünk itt teljesen a betadint. Jelent, hogy egy bortlózás ideig folyogjunk. Na, és akkor vett fel, megyenesen a szívében. Nézzük meg, hogy... Nem szétettem. Jó? Kimassom a sérülést. Közben belevilágítok a szemébe.
Van uram? Majd a Gunkapitányságon beszélni kezdesztem? Persze, mint előszavarták a kalomat. Rendben van, rendben van, bro. Már animba voltam. Már animba voltam. Ez olyan szomorú. Hát ez nagyon szomorú. Hát ez baromi szomorú. Hát ez extra szomorú. Már animba voltam. És annak is mindjárt vége volt. Jó, minden esetre a kukás mellét levesszük. És úgy szapratunk vissza. Hát ez van. Ez van, ez ilyen. Ez ilyen. Ez bizony ilyen. Mindegy, nem tudom mennyi KP-t vesztettem egyébként, de nem sokat. És hát majdnem biztos, hogy benne nem sok. Úgyhogy induljunk meg. Az igen, menj a hómobil. Nem ezen az úton fogunk futni. Hanem ott ki. Ez sokkal-sokkal jobb. És így van. Kiérünk a Vespucci-ra. És mondom, nem oda ide. És onnan futunk végig. Ha jól látom, akkor nem tudunk elfutni. Na ja, ez jó lesz. Hát evom. Evom. Baj van a részek tenger része. Ja, hát... Ja, így nem fogják meg tudni, hogy élőttem össze. Vagy hát valamelyik az első közül egyébként. De akkor már fegyvert fogtak ránk, szóval az teljesen jogos van. Azért nem hősi halott vagy. Nem vagyok halott, csak elvitt a rohanmentő. Nem vagyok halott, csak elvitt a rohanmentő. De ez van. Na. És akkor hát itt végig szólunk szépen. Ezt majd csak próbálom. Hát hősi halott lettem. E van. E van. Akkor csak egy kodét vagy még mindig. Hát, igen. Igen. Egy köcsök kadét lettem. Vagyis hát vagyok még mindig. És nem tudom, picit fura nekem még ez a vezetőség most. Mármint egy, így a nem a szerver vezetőségére gondolok, hanem a rendőrségére. Picit még, hogy szokni kell őket, mert elég agresszívak mostanában IC, csak IC-ről beszélek. Az OC-t mindenki döntse el, de IC nekem egy picit túl agresszív a társaság. De hát majd nyilván ezektől tanul a karakter, aztán ő is majd lehet, hogy egyszer-kétszer elveszti a sodrát, ez majd később a jelen fejlődésen kiderül. Mennyire érzem annak, hogy ez ő sokkal kevésbé, vagy sokkal, igen, sokkal kevésbé szabálykövető karakter lett Viktor. Akkor inkább megyek mentősnek. Visszatérünk. Amúgy a mentős RP nekem tetszett.
amikor ott voltam náluk. Ja. De... majd mondom az őszintét, hogy ha visszamentek mentősre, akkor vagy visszamegyek a mentőkhez, amit úgy értem, hogy vissza, hogy rendőrként, de hogy ellátásra, akkor mindig RP-zek velük, mert látszatóan nem túl sok ember teszi. És ezt sajnálom, mert RP-szerben vagyunk, és nem túlságosan sok a mentős RP. Én próbáltam RP-zni, de sajnos elvittem a rohammentő, úgyhogy ez van. Ez van. No, de mindegy. Nem nyom sokat alatba, igazából. Ez van. Ja. Kiképzőt tisztem, egyébként vicces volt, azt mondtam el a Dominik, hogy mekkora egy palaszt, minden, ez sokkal szimpatikusabb volt, mint jó néhány kolléga. Szóval mindig néz körül, mert vannak idióta. Talán szant az van. De szerintem én már elég nyújtom a számot, úgyhogy lehetséges, hogy vászol is 10-13. Egyet mára. De viszont nem tudja hol bejelenteni a tisztet, mert nincs rádiója, úgyhogy lehet, hogy egyet kilopok a dolgokból csak annak terére, hogy vegyem magam szolgálatból. Ja. Mellény vissza, és akkor szépen hoppá, egy aktatáska. Az adról, hogy amikor visszafelnéztem, mondom, elpézik kicsit, majd dolgoztam kerékpárral, mentem ide-oda, majd egyszer megszólalott egy... Na, azt tökély, hogy megdicsértek. Először még... nincs nálam semmi. Tepszik egy rádiót. Letíztizelek. Hogyha technikailag már nem vagyok szolgálatban. Hát elpusztultam. Mindegy... most megnézem, hogy szolgálatban vagyok-e amúgy, vagy kivette a rendszer. Ezt nem tudom pontosan. Aha. Jó, most nem vagyok szolgálatban, oké. Viszont akkor nincs átöltözős CP-n, úgyhogy ezen segítünk. Akkor vissza szolgálatban. Jó. Átöltözünk civilben, és most nem kell levágni semmit. És csak tudjuk folyjuk magunkat a botnál. Hopp, hello. Valaki most lép be. Erőt, egészséget, kolléga, és jó szolgálatot majd. Tisztelet. Na. Jó. Akkor azt mondja, hogy... szolgálatból kilépünk. Várjál, nem. Vissza szolgálatba. Mindig elfelejtem. Pipát kivesszük. Szuper. És most lépünk ki szolgálatból. És tökéletes. Hoppá, ezt véletlen bezártam. Igen. Előttem pedig kilépünk a szolgálatból. Jó, bottól is elbúcsúzunk. Jó. És azt mondja, hogy bemegyünk az ingatlanba, és felszerelkezünk kajával, meg piával, mert
azt hiszem van egy mobilom is. Ott. És a rádiót majd egy csúrva a raktárból. Most éppen épp is mondok, hogy lehet jönni. Megyünk és akkor szépen felveszünk még pont találtam a kukában egy telefont. Illetve találtam. Szarvasperit. Nem. Ebből elég öt. És ebből is öt kell. Jó. Ja, van egy múlt e-mailt, azt hiszem buktam. Ja, ott kb. Ennyi. Ami kell. Jep. Jó. Na, azt akkor menjünk vissza a PLD-re. És akkor... lépjünk ki szolgálva, és hát ez meg csak ott lépjünk ki a környékén a PD-nél, hogy legközelebb ne kelljen így fogorászni. És akkor hát szeretném megköszönni mindenkinek az eddig megtisztelő figyelmét. És hát találkozunk lesz a Viktor történetének következő részében. Holnap szerintem még amúgy lesz stream, utána viszont 24-e van, úgyhogy ezt én is a családommal szeretném tölteni. Úgyhogy... addig is mindenkinek köszönöm a figyelmet, egyébként gyorsan most lövök gyorsan egy kamerát. Akkor itt is lövök egy kamerát. Tökéletes. Most láttatok, hogy... aha. Wow. Most tökéletes. Na, szóval ott a fa. Ott a fa. Csak ennyit akartam. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és további kellemes és szép napot kívánok mindenkinek. Jó éjszakát, legyetek jók. Legközelebb találkozunk, valószínűleg holnap olyan 8 óra. Magasságában plusz-minusz 1-2 óra. Jó. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és szia, puszi neked is a pocidra. Ciao, ending szokás szerint nem várható, úgyhogy ezt is keressétek nyugodtan. Sziasztok!